Sikeres volt a VMS közben járása. Hétfőtől egésznapos nyitvatartással várja az utazókat a horgosi közúti határátkelőhely, jelentette be dr. Pásztor Bálint. A VMS megbízott elnöke kiemelte, hogy a Horgos 2 határátkelő nyitvatartási ideje november 20-ától napi 12 óráról 24 órára hosszabbodik a két ország vezetőinél tett közbenjárásának köszönhetően. Dr. Pásztor Bálint elmondta, Orbán Viktor miniszterelnökkel, Lázár János és Bratislav Gašić miniszterekkel ő maga tárgyalt erről a múlt héten. Budapesten ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet, amely a magyar-magyar kapcsolattartás területén kiemelt jelentőségű esemény. Az ülésen Orbán Viktor kijelentette, a magyar kormány álláspontja, hogy amíg van etnikai alap, addig van jövője az erre épülő politikának is a Kárpát-medencében. A magyar miniszterelnök gazdasági kérdésekről és a jövő kihívásairól is beszélt. Az ülésen a nemrégiben elhunyt Pásztor Istvánról is megemlékeztek. Orbán Viktor beszédében kiemelte, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség számíthat Magyarország támogatására. Mától 3 dinárral olcsóbb a gázolaj a töltőállomásokon. A következő 7 napban a gázolaj literje 204 dinárba kerül, a benzére pedig a múlt heti ár érvényes továbbra is, amely 180 dinár literenként. Szerbia és Magyarország egységesen lép fel a bolgár földgázra vonatkozó tranzitdíj emelésre. Más energetikai kérdések mellett erről tárgyalt ma Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, valamint Dubravka Djedović Handanović szerb energiaügyi miniszter Belgrádban. Számos kihívással néz szembe a világ és Európa, és ebben a nehéz időszakban Szerbia és Magyarország számíthat egymásra, és segíteni tudnak egymás energiabiztonságának szavatolásában, hangsúlyozta a közös sajtótájékoztatón a szerb energiaügyi miniszter.